átesik erre a láncra, megnyomja ezt a kallantyút, ez kioldja a reteszelését ennek a partnak. És amint jön a második vála, ugye nyomódik ez is, meg megnyomódik ez is, egyik fölrakják ide. Ugye ez újra fölveszi, újra megnyomja, ez megtörténik négyszer, a negyedik megnyomja ezt a kallantyút. És akkor és ez nem mindig akar visszacsapódni, de akkor azt megvárod, hogy visszacsapódjon valahogy, hogy megpiszkálod, tehát ezt az akadót, és akkor újra jó. Úgyhogy ennek nagyjából ennyi, és akkor ha végeztél a lerakodásra, ugye a láncot visszateszed a kezdeti helyzetre, hogy ezek a körmök eltűnjenek. A tartom most ezt a tart, akkor kiért a lánc, akkor gyorsan visszalököm. Most ugye nincsen akadékban se ez, se a körmök, tudunk fölrakodni. Akkor megint megemelteted ezzel a karra, a teljesen, gyorsan visszatetted a kicsit. Visszavogja a kar. És akkor indulhat újra a felszedés. Viszont egy valamire mindig figyelj, a sárgát, ha fölrakodsz, ha lerakodsz, mielőtt elindítod a kardán, mindig hajtsd le. Mert előfordult velem az, hogy föl volt hajtva a sárga, ez meg valamiért fölhajlódott, és megtekeredett. Úgyhogy
mindig a sárgát le kell először hajtani, mielőtt a kardát elindítod. Ha valami kérdésed van, akkor hívhatsz.